Sziasztok! Ebben a rövid videóban szeretném áttekinteni az egyik új szerzeményemet, a Mungyo cégnek az akvarel festék készletét. Ez egy 12-es szett, 12 színből álló szett. A Mungyo ez egy koreai, dél-koreai művész festék gyártó cég, és elég jó dolgaik vannak. Azt kell róluk tudni, hogy egy ilyen közepesen jó minőségű, tehát a művész kategóriának az alsó szegmensében foglalnak helyet a termékeik, ami már egy jó minőséget jelent, viszont elég kedvező árakon többnyire. Nagyon szép kis dobozba érkezik a szett. A videó kapcsán ugye most elkezdek egy ilyen sorozatot, ahol az általam használt, illetve amihez hozzáférek, arról igyekszem a jövőben minden olyan művészeti anyagról, ami nekem van, vagy valahonnan kapok, ilyen teszteket, ilyen bemutatókat közzé tenni, és ez a videó most egy ilyen videó, úgyhogy kicsomagoljuk, ez a YouTube-on a klasszikus divat, ez a kicsomagolós videók, de itt nem csak kicsomagolom, hanem megnézem, hogy mi van benne, egy szép kis normál ilyen 12-es méretű fém akvarell doboz a Mungyo cégnek az emblémájával. Elég jó masszív. Ezek között, a dobozok között vannak ilyen olcsóbb kínai verziók. Hát valószínűleg ez is lehet, hogy kínai, csak én észleltem minőségi különbségeket. Vannak, amelyek olyan gyengébb, vékonyabb anyagból vannak. Ennek viszont jó tartása van ennek a doboznak, úgyhogy nagyon jó lesz. És akkor látható, hogy itt van 12 szín. Fehér, ez titánfehér, okkersárga, sárga, narancs, permanens, vörös, sárgászöld, viridiánzöld, cölinkék, kobaltkék, permanens, lila. Ez a light red, ez egy vasoxid vörös, egy világos vasoxid vörös, és egy fekete. Tehát ezek a színek vannak, és akkor most azt fogjuk csinálni, hogy kibontom ezeket a szilkéket, megnézzük, hogy mit tudnak. Úgy látom, hogy ki lehet emelni egyben a szilketartót, ez jó. Ilyen tálcás megoldással, úgyhogy könnyebb lesz így boldogulni vele. És akkor nézzük csak, hogy mit látunk a csomagoláson. Tehát a csomagolás tetején ugye ott van a szín, illetve hogy milyen a neve és egy színkód. Oldalt az, hogy fehér. A másik felén van egy kis négyzet, ahol jelöli, hogy fedő, vagy félig fedő, vagy milyen, illetve a pigment kód, ami fontos információ, tehát tudjuk, hogy milyen pigmentből van. Ugye ez PV6, tehát ebből tudjuk, hogy ez titánfehér. És néhány ilyen céginformáció a hátulján. Egy papír csomagolás van, ami elég jól össze van ragadva. Szépen kibontjuk, és még azon kívül még be van egy ilyen cellofánnal is csomagolva. Hát én most nem fogom fölvideózni, hogy mind a 12-t kibontom, mert az egy kicsit idegörlő lenne, de így most én végig megyek a festékek kibontásán, illetve erre ráírom azokat az információkat, amiket tudni kell róla, hogy titán F, ide a másik oldalra meg, hogy Mungyo. Így tudni fogom, hogyha véletlenül valamiért kivenném a dobozból, és mondjuk félretenném, előfordul, hogy cserélgetem a szilkéket. Lehet, hogy egy másik
gyártónak a szilkét fogom később ide betenni, egy másik színt, ami nekem fontosabb lesz, és akkor később tudjam, meg tudjam különböztetni, hogy a már felbontott szilkéről tudjam, hogy ez milyen. Én általában még oda szoktam ezt a papírt is az aljára tenni, de igazából most lehet, hogy elmarad, de azért majd félreteszem. Tehát most szépen megállítom a videót, és én kicsomagolom az összeset, és akkor utána majd folytatjuk, ha ezzel kész lettem. Na, én közben kibontottam az összes szilkét, és szépen föliratoztam a szilkeket. Ezeket én mindig meg szoktam csinálni, hogyha van időm, mert így mindig látom, hogy melyik szilkében pontosan milyen szín van, és akkor nem tévedek, de van még egy módszerem, amire tudom, hogy mi van benne, mégpedig egy ilyen előre elkészített kis táblázat, ezt tusfélccel rajzoltam föl, és fölrajzoltam mindegyik színhez két ilyen négyzetet, illetve egy téglalapot, ahova majd kifestem az adott színeket, és látni fogom, hogy melyik milyen szín, illetve azokat az információkat aláírtam, amivel meg tudom különböztetni, tehát ugye, hogy a színkódja, hogy például a fehér az a 801-es fehér, a pigmentkód, a PVW6, ugye, hogy titánfehér, ezt is tudom belőle, illetve odaírtam még, hogy titánfehér, és egy kis négyzettel felrajzoltam, hogy fedő festékről beszélünk, és most akkor megnézzük, hogy mit tud a festék. Igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy például mennyire fed, mennyire jól színez, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy ezt ide teszem, és így elkezdek dolgozni vele. Elkezdem először is ezt a titánfehért megnedvesíteni. Itt nagyon sok információ ilyenkor átjön nekünk. Egyrészt, hogy mennyire könnyen nedvesíthető. Például ez egy fontos info az akvarell festékeknél, hogy mennyire könnyen nedvesíthető a festék. Ez viszonylag jól nedvesíthetőnek tűnik. Csak különösebb gond nincs vele. A felső négyzetet igyekszem egyenletesen és sűrű pigmentált festékkel felfesteni, hogy jól fedjen, és lássuk, hogy mi a valódi fedése a festéknek. Ezzel szemben az alsó téglalapot, ott viszont előre vizezem a papírt, és erre a vizezett papírra fogok rámenni, és itt csinálok egy ilyen kis átmenetet, hogy a felső részen több festékkel fedek rá, alul pedig jobban hagyom, hogy a víz elterüljön, és itt bele van húzva ezek a vastagabb alkoholos filccel ezeket a függőleges fekete csíkokat, ezeket azért húztam bele, hogy kiderüljön, hogy mennyire fed a festék, mert az egy dolog, hogy a gyár mit ír rá, azért ezeket sokszor fenntartással kell kezelni, és jobb, ha mi meggyőződünk róla, hogy mennyire fed. Ez egy, én szerintem egy átlagosan fedő ilyen titánfehér akvarell, úgyhogy semmi extra nincs benne. Most megyünk az okkersárgára. Nagyon könnyen felszíneztem. Egy pillanat alatt érezhetővé vált, hogy már föl is kapta a színt. És ugye ez egy félig fedő festék. És annak megfelelően elég szépen tudok vele itt fedni.
látható, hogy szépen lefele már elég jó áttetszővé válik, hogyha kellően van higítva, de azért fönt viszonylag jól fed. De már nem annyira fed, mint a titánfehérünk, pedig itt elég jó vastagon, elég jól ráengedtem a pigmentet. Szóval igaz az az állítás, hogy ez egy félig fedő festék, és elég szép színe van, ez egy szerintem ez egy szép okker szín. Most a sárgára leszek kíváncsi, mert a sárgák és a vörösek szoktak a legérzékenyebbek lenni a pigment szempontjából, hogyha olcsó egy pigment, akkor itt bukik ki a mutatvány, és ez egy elég jól fed ez a sárga most így, ez nem biztos, hogy ez a teljesen transzparens áttetsző jelölés igaz lesz rá, de majd mindjárt kiderül. Kicsit megnedvesítjük. De nagyon könnyen nedvesednek a szilkék. Ez fontos a szilkés festékeknél, mert vannak olyan gyártók, akik valószínűleg kicsit több kötőanyagot tesznek a festékbe, vagy kevesebb lágyítószert használnak, ami nedvesedik. A nedvesíthetőségét kevésbé oldják meg a festéknek, és ilyenkor előfordul, hogy nagyon sokat kell így áztatgatnunk, dörzsölgetnünk az ecsettel, mire kellőképpen fölnedvesedik. Különösebben nagy szemcsézettséget nem látok ezeknél a festékeknél, tehát elég finom pigmentekből vannak. Viszont úgy gondolom, hogy a sárgára minimum egy félig átlátszó jelölést adunk. Ugye négyféle jelölés van, be is mutatom őket, van a átlátszó, ez egy üres négyzet. Szó, vagy transzparensnek is mondjuk. Aztán van a félig átlátszó. Az csak simán így egy ilyen átlós vonal van benne, de ugyanúgy üres négyzet. Félig átlátszó. Aztán van a félig fedő. A félig fedő is át van húzva egy ilyen négyzettel, és akkor az egyik fele ennek a négyzetnek így be van satírozva feketére. Félig fedő. És van a fedő, ami az egész négyzet feketére van besatírozva. Fedő. Tehát ezek a jelölések vannak az akvarell festékeknél, amiből el tudjuk dönteni, hogy mennyire átlátszó, illetve fedő egy akvarell festék. Majd meglátjuk, hogy mit tudnak ezek a festékek. Megyünk a következő színre, ami egy narancs szín. Ugye én nagyon szeretem még az ilyen indiai sárgát, vagy valami azzó sárgát, ami ilyen áttetsző, és kicsit ilyen sötétebb, aranyos, narancsos sárga. Szeretem az ilyeneket használni. Ebbe a készletben nincs, hiszen ez egy elég korlátozott készlet, de a narancs az jól tudja ezt helyettesíteni, mert hogyha narancsot egy kis okkerral, vagy ezzel a sárgával keverjük, akkor tudunk olyan hasonló sárgát csinálni, mint az indiai sárga, és tulajdonképpen el tudunk boldogulni ezzel így.
Most nem mondom, hogy nem határozom meg a pigmenteket, mert fejből én se tudom mindegyik pigment kódot. Ugye van ilyen, az interneten lehet találni ilyen pigment adatbázisokat, ahol meg lehet nézni ezeket, hogy melyik mit jelent. Tehát, hogy például ez a PY14 az milyen pigment. Ezek azért fontosak, ezek az információk, mert vannak olyan pigmentek, amelyek alapvetően például nem annyira tartósak. Mondjuk a szín elkezd fakulni idővel, és hogy ezt tudjuk, ennek emiatt jó utána nézni ennek. Ez egy átlátszó pigment, ez rendben van. Abból lehet látni, hogy átlátszó, hogy szépen befedi a papírt, tehát alapvetően a fehér papírt elég jól beszínezi, elég erős ez a narancs pigment, de nem érzékelünk különösebben ezen a fekete vonalon semmiféle elszíneződést. Itt látható, hogy a sárgánál egy nagyon picit látjuk a sárgát a vonal fölött, ennél viszont nem. Következő szín egy permanens vörös, ez mégpedig egy ilyen közép vagy sötét vörös szín, ami a lilás vörös szint jelenti ebbe a palettába. Ezt, hogyha a narancssal egy kicsit keverjük, akkor tudunk belőle ilyen élénkebb, világosabb vöröst, a kadmium világos vöröshöz hasonlót kapni, ami nekem fontos. Viszont ez már kellően egy picit a lilás oldalon van ahhoz, hogy már lilákhoz is lehessen használni ezt a szint. Ez fontos, hiszen a lilák keverése az ugye alapvető dolog. Ez most nem egy színkeverő képzés, vagy egy színkeverő ismerettető anyag, úgyhogy itt most én nem fogok erről sokat beszélni, de azt tudjuk, hogy akik tanulnak színkeverést, vagy gyakorolják, ők ismerik azt a tulajdonságát a színeknek, hogy általában kétféle alapszínt kell használjunk a művész festékekből, mert az igazi tiszta alapszínek festék formájában nem állnak nekünk rendelkezésünkre, és így mindig a színkörön a képzeletbeli tiszta színnek mindkét oldaláról választunk színt. Nézzük a sárgás zöldet. Itt látható, hogy van egy kicsi ilyen szemcsézettsége. Én szeretem, hogyha egy picit ilyen szemcsések az akvarellek, mert az egy kicsit ilyen érdekesebb, izgalmasabb textúrát ad a képeknek. Alapvetően kedvelem, hogyha a festményeken a festékeknek a jellemzőit meg tudjuk tapasztalni. Minden festék típusnak vannak saját jellemzői, más az olajfesték, más az akvarell, és hogyha ezek a jellemzők, ezek így átjönnek, akkor az jó. A vörösnél is, itt a permanens vörösnél is van egy kicsi szemcsézettség, ami szintén jó. Ez egy sárgás zöld szín, ugye, ami fontos. Tulajdonképpen itt a hideg és a meleg tartományból megvannak a színeink. Jöhet a viridián zöld. Egy szép kékes zöld. Ez gyönyörűen hozza a viridián zöld pigmentnek a színét. Tökéletesen szép viridián zöldet látunk itt. Ennek örülök.
A viridián azért nem egy olcsó pigment, és jó, hogyha ezt így tisztán adják a gyártók, ugyanis elég nehéz ezt a színt kikeverni pont ilyenre, tehát ez egy elég különleges zöld szín, és igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy ez az egyik olyan zöld, ami a legtöbb festék típusnál a palettába, ha már minden áron akarunk zöldet, amit én általában ki szoktam hagyni, főleg az olaj palettánál ritkán használok tubusos zöldet, de ha már valamiért mégis szükség lenne rá, akkor valószínűleg a Viridian az egyik zöld, amit használok. Az akvarellnél azért jobban belefér, hogy egy-két zöldet is használjunk, és akkor a Viridian az egy jó ötlet, hogyha az egyik zöld a Viridianunk, és az egy szép Viridian szín. Úgy tűnik ez is kellően transzparens. Na most jöhet a cölinkék, erre kíváncsi leszek. Hát ez bizony nem tiszta cölinkék, ez a PB15-3, ez azt jelzi, hogy ez egy stálókék verzió. Itt már spóroltak egy kicsit, a cölinkék pigment nagyon drága. És hát látható is, hogy bizony ez köszönő viszonyban sincs az igazi cölinkék pigmenttel. A cölinkék az ennél sokkal világosabb, és nem ennyire erős szín, aznak nincs ilyen színező ereje. Ez bizony egy tiszta, kicsit zöldes tónusú tálókék. Ami nem is baj, mert ilyen korlátozott palettáknál, ahol ilyen kevés szín áll rendelkezésünkre, itt nem probléma. Látható, hogyha szépen kihigítjuk sok vízzel, akkor eléggé tiszta ilyen égszínkéket kapunk ebből is, úgyhogy amire a cölinkéket használjuk, azt meg fogjuk tudni ezzel is oldani. Annyi, hogy ez egy agresszívebb, intenzívebb szín. Én általában a palettáimon a cölinkéket és a phtalokéket szoktam cserélgetni egymással, tehát egymást helyettesítésére használom, hogyha erősebb színezőerejű színekre van szükség, vagy intenzívebb zöldeket akarom, akkor a phtalokéket veszem elő, hogyha inkább csak ilyen halvány kékeket, finom, világos, paszteles zöldeket, sárgás zöldeket akarok, akkor a cölinkéket használom. Könnyebben lehet kezelni, de nagyon jó lehet ez is, ez a phtalokék, hogyha más nincs. És akkor nézzük a kobaltkéket. Hát igen. Ez lehet, hogy inkább egy ultramarin kéknek felel meg. A kobaltkék nem ennyire lilás. Lilásabb, mint a cölin vagy a phtalokék, de nem ennyire. Ez inkább az ultramarin kékhez áll közel. És ez ugye PB29, tehát akkor ebből látszik is, hogy ez ultramarin kék. Ugye a PB29 pigment az ultramarin kéket jelenti.
nézzük a permanens lilát, az is PB29, úgyhogy valószínűleg ez az ultramarin lila lesz. Ugye az ultramarinnak van többféle változata, van világosabb, sötétebb, illetve lilás, rózsaszínes, és hát a megszokott kék. Ez könnyen lehet, hogy egy ultramarin lila, ez a permanens lila. Hát ha meg PB29-nek nevezik, akkor főleg, hiszen az az ultramarin jelenti. De megnézem, hogy jól írtam-e, mi van itt. Rajta van a színindex szám. PB29, igen. Oké, semmi baj. Tehát itt azért az látható, hogy a kékeknél már nem a drága gyári pigmenteket használták. Ugye a Viridian zöldnél is a PG7 az egy egyébként egy ftálózöld, tehát az nem a valódi Viridian, de olyan szépen, most, hogy megszáradt, már látható, hogy egy kicsit olyan zöldesebb tónusú, mint az igazi Viridian. Nedvesen jobban hasonlított a valódi Viridianra. Most látható, hogy egy picit olyan élénkebb, sárgásabb zöld, ami megfelel a ftálózöld némely verziójának. Ugye a ftálózöld az ott is többféle árnyalat található, és tehát nem tiszta Viridian, de elég közel van, elég jól lehet helyettesíteni a Viridiant vele, és ez a nagy színező ereje meg hasznos lehet, hogyha szükségesnek érezzük. Na nézzük ezt a halvány vörösnek, light rednek, vagy van írva, vagy könnyű vörös ez a szín, ez valójában egy oxid vöröset jelent, tehát valamilyen vasoxid típus. És látható, hogy egy ilyen nagyon szép vörös okker. Ez egyébként elég jól tudja helyettesíteni az általam preferált égetett siennát. Mondhatnám, hogy egy kicsit talán ez egy szép ilyen vöröses, barnás, narancsos barna szín, ami az égetett siennának a legszebb árnyalatait juttatja eszembe, amikor ilyen narancsos, vöröses, barna a pigment, a festékünk. Nem mindegyik égetett sienna ilyen, valamelyik sokkal ilyen erősebb, barnásabb színű, ez viszont nagyon szépen hozza ezt a narancsos barna tónust, úgyhogy ez az égetett sienna helyett, ez a light red, ez az oxid vörös, ez egy igazán jó választás lehet. Ez pedig egy fekete, ugye PBK9-nek van írva, akkor az tulajdonképpen a csont feketét jelöli, ugye a klasszikus elefántcsont feketének az utódját. Ma már nem igazán készítenek elefántcsontból fekete pigmentet, hiszen védett, fokozottan védett állat az elefánt, és nagyon drága is, nehéz hozzájutni. Előfordul, hogy ilyen restaurátor szaküzletekben, olyan helyeken, ahol
fontosak az eredeti pigmentot, nagyon méregdrágán kisebb mennyiségekbe hozzá lehet jutni, tehát teljesen nem tűnt el az elefántcsont fekete, de valódi elefántcsont feketét igazából már nem árulnak így a hétköznapi művész festékekben, hanem általában csontfeketét, ami ugyanúgy készül, hogy valamely állati csontoknak az elszenesítéséből nyerik, de nem elefántcsontból. De sokszor még így is elefántcsont feketének hívják a gyárak, ami megtévesztő lehet, de látható, hogy ez is egy szép, elég áttetsző szín, és egy kellemes kis színecske. Na, tehát most itt történtek ugye dolgok, észrevettünk különböző megfigyeléseket tettünk, hogy milyen színek vannak itt. Amit így el kell mondanom, hogy ez egy elég jól átgondolt paletta. Ugye én egy-két színt valószínűleg, ha magamtól állítanám össze, akkor más színeket raknék bele, vagy legalábbis kiegészíteném még néhány színnel, de ha most azt mondjuk, hogy van ez a 12 darab szín, és erre van pénz, hogy csak egy ilyen készletet veszünk, és nem akarunk azzal időt tölteni, hogy mi magunk válogassuk össze, akkor nem egy rossz alternatíva ez a egy kezdő színnek, hiszen nagyon sok mindent ki lehet keverni. Ugye mondtam, hogy nekem hiányzik az indiai sárga, de ha megnézem, hogy fogok egy kis világos sárgát, és ahhoz teszek egy pici narancsot, akkor mindjárt meglátjuk, hogy már meg is kapjuk ezt az indiai sárgára jellemző színt, ezt a picit ilyen narancsos tónusú sárgát. Annyi, hogy egy kicsit talán jobban fed, erősebb a transzparenciája, de kellemes ilyen indiai sárgás árnyalatot tudunk keverni. Ha kell, akkor még egy pici narancsot teszünk hozzá. És szépen hozza azokat az indiai sárgás tónusokat, hogyha jobban ezt a, ugye az indiai sárgáknak is többféle változata van, van olyan, ami egy picit ilyen okkeres, akkor egy kis okkert is tehetünk esetleg bele, egy kis okkerral is bele dolgozhatunk, és az egy kicsit talán átlátszóbbá fogja tenni, és jobban ilyen ez az okkeresebb indiai sárga, de látható, hogy egy egészen jó kis olyan színt tudunk vele csinálni, ami hasonlít egy kicsit legalábbis az indiai sárgára. Aztán ugye a nincsen pénzszürke a palettán, ami nekem egy nagy személyes kedvencem, én majdnem minden akvarelképemnél használom a pénzszürke színt, mert nagyon szeretem. De megnézzük, hogy mit tudunk a light reddel és az ultramarin kékkel keverni, hiszen elvéletileg az ultramarin kék és az égetett szienna keverékéből kapunk pénzszürkét, úgyhogy fogom ezt a kobaltkéknek mondott ultramarin kéket, és összekeverem ezzel a light reddel, de itt több festékre lesz szükség. És megnézzük, hogy mit kaptunk. És egy nagyon kellemes kis pénzszürke árnyalathoz hasonlót kapunk. Ugye a pénzszürke, hogy pontosan az milyen, hogy mennyire kékes, vagy mennyire szürkés, azt nehéz definiálni, hiszen az a lényege a pénzszürkének, hogy ez egy kevert szín, és ahány gyártó, teszek még egy kis ultramarinkéket bele,
Ahány gyártó, annyi féle. Kicsit több kékkel csinálom, akkor már is jön ez a kékesebb tónus. Tehát sokféle receptúra van, és sokféle megjelenése. Tehát vannak kékesebb, meg feketésebb, szürkésebb pénzszürkék. Ez nagyon nagyban függ az adott gyártónak a receptjéről, de alapvetően az egyik lehetőség, hogy hogyan kell pénzszürkét csinálni, az az, hogyha ultramarin kéket és égetett sziennát keverünk össze. És mivel itt a kobaltkékről megállapítottuk, hogy az ultramarin kék, egyébként ide is írom ezeket az információkat, ultramarin, ide pedig, hogy ptáló, hiszen a cölinről megállapítottuk, hogy ptálókék, ptáló, ez a PG7 is ptáló, ptáló zöld. Tehát így most már tudjuk, hogy mire számítsunk, de a lényeg az, hogy a palettában benne van a lehetőség, hogy szép pénzszürkéket csináljunk, úgyhogy a pénzszürke már meg is van, tehát az indiai sárgát, ami nekem nagyon hiányzik, és a pénzszürkét elő tudtam állítani vele, az látható, hogy szép világos kékeket is tudunk csinálni, úgyhogy azzal se lesz gond. A lila az még kérdéses lenne, ha nem lenne egy tiszta lila színünk, mivel van lila színünk, ezért nem annyira problémás az, hogy nem olyan nagyon lilás ez a vörös, de mindjárt megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ehhez a permanens lilához adunk egy kis permanens vöröset. Tehát fogunk egy kis permanens vöröset. Ide tesszük, aztán fölveszünk az ecsetünkre egy pici permanens lilát. Ó, és gyönyörű szép ilyen vöröses lilás árnyalatunk lett. Tehát ez a permanens vörös, ez tudja azt, hogy ilyen szép vöröses lilát tudunk vele csinálni, hogyha egy kis permanens lilával keverjük. Ugye ez a permanens lila egy kékes lila szín, és tessék, a permanens vörösünkkel kellően vöröses lesz ez a lila, tehát hogyha ezt szeretnénk, akkor a lehetőség itt van. Most jó lesz már ezeket itt feliratoznom, hogy mit mivel csináltam, hogy itt később tudjam majd. Tehát narancs plusz sárga. Indiai sárga. Light red plusz ultramarin. Fineness szürke, ez pedig permanens vörös plusz kobalt, ami ugye ultramarin jelen esetben. Oké, még arra vagyok kíváncsi, hogy világos vöröset, a kadmium világos vöröset, ami hiányzik, azt meg tudom-e oldani a permanens vörös és mondjuk a narancs keverékével. Tehát kitöröljük innen ezt a lilát. Ez még ugyanis, ami hiányzik, ugye, hogy nincsen a palettán a
klasszikus, világos vörös szín, ami vagy a vermilion vörös szokott lenni, vagy egy ilyen kadmium világos vörös, vagy valami hasonló ilyen világos, élénk narancsos vörös szín, vagy akár valamilyen pirol vörös set szoktak még használni, de én úgy látom, hogy elég jó kis világos vöröset lehet itt keverni. És gyönyörű, igen. Eléggé szép ez a vörös, szép világos, narancsos vörös tónusa van, meleg, élénk, intenzív szín. Hát kérem szépen, ez egy tökéletesen jól használható paletta. Tehát a kadmium világos vörös színhez hasonlót elő tudok állítani, hogyha a narancsot és a permanens vöröset ezen a palettán összekeverem. Tehát lássuk csak, problémám volt a kékkel, hogy nincsen cölinkék, de mivel én magam is a cölinkéket gyakran cserélgetem a ftálókékkel, és megállapítottuk, hogy ez a cölinkék, ez ftálókék valójában, egy PB15-ös pigment, ezért alkalmas arra, hogy helyettesítsünk. Ezzel is tudunk ilyen világos, kicsit ilyen zöldeskék színeket csinálni. A Viridianról megállapítottuk, hogy az valójában egy PG7-es pigment, tehát az egy ftáló zöld, viszont nagyon szép árnyalatát választotta a gyártó, és eléggé közel van a Viridian zöldhöz, bár egy picit most már száradás után látszik, hogy egy kicsit olyan élénkebb zöld, nem az a nagyon erőteljesen kékes zöld, mint az igazi Viridian, de nincs messze tőle, tehát jól helyettesíthető. A kobaltkékünk egy ultramarin kék, ami azért nem bánom, mert ugyanez egy kis csalás, hogy az ultramarin nevezik kobaltkéknek, viszont az ultramarin kék az egy fontosabb szín, mint a kobaltkék. Én úgy gondolom, hogy egy festőnek a palettáján szinte mindegy, hogy milyen festékfajtát használ, legyen az olaj, akril vagy akvarel, az ultramarin kéknek mindig helye van, az egy nagyon alapvető szín. A kobalt az meg olyan, hogy vagy van, vagy nincs, de az ultramarin az fontosabb. Úgyhogy örülök neki, hogy ha már egyszer kobaltnak is nevezi a Myungyo cég ezt a 819-es számú színét, ez valójában egy szép ultramarin. Az, hogy a vörösből csak effektív egyet tettek be, az azért nem baj, mert én ugye világos vöröset választanék, és egy ennél lilásabb vöröset, viszont láthatjuk, hogy ha narancssal keverjük ezt a permanens vöröset, akkor elég szép világos élénk vöröset kapunk, a kadmium világos vörös vagy viridian vörös helyettesíthető ezzel, ha pedig a permanens lilával keverjük, ami szintén egy ultramarin lila, akkor nagyon szép ilyen vöröses lila színeket kapunk, úgyhogy végül is el tudunk tekinteni a felet, hogy csak egy vörösünk van, de az jól lett kiválasztva ez a vörös, tehát ez egy jó vörös szín. A pénzszürke, ami nekem hiányozna a palettáról, az meg azért jó, hogy nincs, mert fontosabb színek vannak helyette, ugye van a vörös oxid, amit gyönyörűen helyettesíti tulajdonképpen önmagában az égetett ciennát, és az, hogy ez van helyette, ez egy jó dolog. Meg is nézem, hogy mi ez a pigment. Tehát a lényeg az, hogy ez jól tudja helyettesíteni az égetett ciennát, és ha ezt keverjük az ultramarin kékkel, ami itt kobaltkéknek van nevezve, akkor gyönyörű szép pénzszürkét kapunk. Ami az indiai sárga még nekem hiányzik, az meg ugye azért nem akkora gond, mert a narancssal, okkerral keverjük ezt a világosságát, akkor tudunk szép indiai sárgát kapni. Ha meg a citromsárgára lenne szükség, amit nem is próbáltam,
Az se probléma, mert ezzel az élénk zölddel egy picit bezöldítjük a sárgát, és már is látható, hogy szép kis citromsárga tónust lehet kapni. Elég jó kis zöldes sárgáink lesznek. Oké, tehát azt mondom, hogy ez a Myungyo festék, ez egy nagyon jó választás lehet. Nem tudom pontosan az árát, majd kikutatom, és itt majd ezt a videót úgy csináltam, hogy egy blogbejegyzést is csinálok a kinva.hu festőművész blogon, ahol ilyen festőművészeti témában blogcikkeket olvashattok. Elég sok írásom van az akvarellről ott, és a lényeg az, hogy ott ehhez a videóhoz mellékelek egy blogbejegyzést, ahol a lényeget leírom, ami itt elhangzott összezanzásítva, illetve fotókat is megosztok a folyamatról, és akkor ott majd belinkelem, hogy hol kapható ez a Myungyo 12-es festék, meg hogy mennyi volt a jelenlegi 2022 március hónapban az ismert ára, az általam ismert ára. De azt mondom, hogy bárkinek merem ajánlani, aki nem akar túl sok pénzt belefektetni az akvarellbe, és mostanában kezdi, vagy szeret kipróbálni másfajta festékeket is, és eddig még ezt a típust nem ismerte, esetleg szüksége van egy ilyen könnyen hordozható, kisméretű, zsebbe elférő palettára. Ugye ezek a 12-es készletek általában ilyen utazási készletek, ezek arra vannak, hogyha a festőművész valahova megy, és nem tudja a teljes festő felszerelését, vagy a stúdiót magával vinni, akkor egy ilyen könnyű, jól összeválogatott kis zsebben, táskában elférő kis akvarell készletet visz. Ezek általában ilyen 10-12 színből állnak. Na most ez a 12 szín, ez nagyon jó. Ugye a fehér, azt fehéret kihagyhatjuk éppen, mert az csak akkor kell, ha nagyon szükséges. És én inkább, amikor fehéret használok, akkor egy ilyen gvas festéket szoktam használni. Ez például a Pannon Colornak a titánfehér gvas temperája, ez is egy vízzel higítható akvarell festék, csak fedőszín, és az a tubusos fehér, ez nekem jobban bejött, vagy még a szoktam használni az Umtonnak ugyanígy a gvas festékeit ilyen célra, de nem baj, elfér itt, és nincs útba, és egyébként meg ide középre még lehet, hogy néhány szirkét, ha nagyon muszáj, nagyon akarnánk, be tudnánk tenni, bár nem látom, hogy nagyon lehetne rögzíteni, de azért talán be lehetne ide szorítani. Szóval jó kis választék ez, és bátran ajánlom bárkinek, és most meggyőződtem, kicsit szkeptikus voltam az elején, talán ez nem érződött, mert elfogulatlanul akartam a tesztet megcsinálni, és megfogadtam, hogy minden ilyen tesztet elfogulatlanul igyekszem a jövőben majd megcsinálni. Vannak nekem kedvenceim, azokat el is mondom, hogy mi, de alapvetően mindennek esélyt adunk. De ez a Myungyo, ez jó. Ezt én fogom használni, és nekem tetszik ez az összeállítás és az ebben rejlő lehetőségek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Jó gyakorlást kívánok nektek, és javaslom, hogy valami hasonló módon ti is elemezzétek mindig ki az akvareljeiteket, illetve így dokumentáljátok. Én egy ilyen A4-es méretű Moleskine akvarell vázlatfüzetet használok. Régóta fájt a szívem egy ilyen Moleskine akvarell tömbre, mert a Moleskine az egy ilyen nagyon nagy márka az ilyen vázlat füzetek piacán, egy nagyon patinás, tradicionális márka, és nagyon igényesen, szépen ki van dolgozva. Itt már be vannak tárazva a következő tesztjeim, abban egy kis villanást láthattatok, de nem lövöm le a poént, majd megnézitek, ha kihoztam őket. Szóval ebben a Moleskine füzetbe csinálom ezeket a teszteket, és így látni fogom, hogy milyen színek vannak a dobozban, úgyhogy mindig tudni fogom, hogy a Myungyo készletem milyen színekből áll pontosan, és itt most elég jól kianalizáltam, hogy valójában mivel vannak helyettesítve az egyes színek. Amit még nem írtam oda, hogy imit, az imit az azt jelenti, hogy imitáció, ide is írom, hogy imit, mert ugye ez nem kobaltkék,
ez is émít, és ez is émít. Tehát ezek imitált színek, nem valódi színek. Ezeket szokták jelölni, itt sajnos nincs jelölve, de rájöttünk, úgyhogy semmi vész, és jó az, jó a paletta, alkalmas arra, hogy sok mindent ezzel elérjünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!